Idén 6. alkalommal rendezik meg Szadán a Napóra Fesztivált 2014. június 7-én szombaton. Minden is próbáltunk egy kicsit a színvonalon és a minőségen javítani, mint minden évben. Ezért az idei év során számos neves művészt hívtunk meg, többek között fellép Karamell, Király Viktor, Lagzi Lajcsi vagy Notár Mérit is említhetném. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elég színes program vár szintén a szadaiakra, és természetesen, mint az eddig hagyományuk a szíven, ez teljesen ingyenes. Természetesen a rendezvény népszerű a környezet településeken is, és nagyon sok idegen látogatónk is van. Természetesen szeretettel várjuk őket, és örülünk, minél több ember látogatja a rendezvényünket, mert ez nem veli a látogatottság a színvonalat, és viszik Szada jó hírét. Úgy gondolom, hogy ez a sok ember, aki kilátogat, az megtapasztalhatja, hogy a rendezvény minősége és a rendezvény színessége az próbál versenyezni a környékbeli nagyobb településekkel, kisebb-nagyobb sikerekkel, reméljük inkább nagyobbal. Úgyhogy várjuk természetesen a Veresegyház és Gödöllő polgárait is szeretettel a rendezvényre. Kezdetekkor ez tulajdonképpen az ihlette ezt a rendezvény sorozat megindítását, hogy Szadának nem volt olyan nagy rendezvénye, amivel úgy gondoljuk egy kicsit a település határen kívülre is léphettünk volna. És megpróbálkoztunk egy ilyen kisebb fesztivállal, mindenki tudja, hogy ez egy költséges és nem olcsó mulatság, főleg a mai törvényeknek megfelelve, még végképp nem. És úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk egy kicsit szélesebb körben gondolkozni. A település vezetése az mindvégig támogatta ezt a rendezvényt. Nyilván az anyagi lehetőségéhez mértem. Azt gondolom, hogy ez a segítség az, hogy egyáltalán a területet ingyen megkaphatjuk a rendezvénynek. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ha ez egy bérleti díjat kellene fizetnünk, akkor ez nyilván egy jelentős összeg lenne. De egyéb más szolgáltatással is támogatják a rendezvényt a Szada Nován keresztül. Nyilván itt a szemétszedésre gondolok, vagy akár a szemét elszállításában, de ebben helyi vállalkozók is segítenek. Egyre szélesebb a kör, úgy gondolom, akik támogatják a rendezvényt, és hát ha megnézik, akkor idén van főtámogatója a rendezvénynek, és egy bicikli lesz kisorsolva az este folyamán, egy 100 000 forint értékű bicikli. Úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy a ajánló szelvényet vagy a szelvényet töltse ki, és dobja majd be a helyszínen, mert a est folyamán egy 100 000 forintos bicikli gazdája lehet. A gyerekek részére, mint eddig is, minden évben a Vidám Park természetesen egész nap rendelkezésükre áll. Ugrálóvárak, tehát a szokásos felhozatal úgy gondolom az biztosított lesz, tehát a gyerekeknek a szórakozása is biztos van. Fontos számunkra, hogy családok látogassanak, ne csak egyének, természetesen azokat is várjuk, de hát a családosokat azt mindenképp megpróbáljuk lefoglalni, a gyerekeket is, meg a felnőtteket is. A fesztiválhoz kapcsolódva hagyományteremtő program keretében 11 órától 17 óráig a Szadai Tájházban bemutatkozik a Népi Mesterségek Pest megyei egyesülete. Mert falusi rendezvényeken azért néhány kézműves szokott bemutatót tartani, de mi sokkal többen vagyunk, és úgy gondoltuk, hogy a tájház alkalmas volna erre, hát természetesen, és kaptunk lehetőséget és helyet, hogy ezen a napon amennyiünknek kedvünk van, ott találkozunk egymással és a falusiakkal, és ezt úgy gondoltuk, hogy ez egy hagyományteremtő nap lehetne, hogy ezt évenként vagy egy évben többször, tehát most egy első ilyen bemutatkozó lesz, talán egy kicsit a pünköshöz kötődve, és akkor majd ezt folytatjuk tovább. A népművészet különböző alkotói mutatják meg mesterségüket, és várnak minden olyan érdeklődőt, akik szeretnének megismerkedni a bőrözés, nemezelés, csuhéfonás, kosárkötés, gyöngyfűzés, szövés és a hímzés örömeivel. Igen, hát pontosan ez a cél, hogy ismerkedjenek meg ezekkel a hagyományos foglalkozásokkal. Mindenképpen szeretnénk őket bevonni. Azért is gondoltuk ilyen hosszú időre, 11 órától délután 5 óráig tartanánk, hogy hát ha valaki bejön, mondjuk 11 órakor, akkor végig látogatja a kínálkozó lehetőségeket, és akkor több mindennel meg tud ismerkedni. A fő célunk igazán a hagyománynak a megmutatása, ápolása, tovább tanulása. Szeretnénk, hogyha az embereknek a szeme legalább arra kinyílna, hogy meglátnák, hogy mi az, ami szép, és mi az, amire nem is szánok időt. Nem gondolom, hogy itt most hagyományőrző hímzők keletkeznek, csak legalább, mert hogy én hímző vagyok, csak hogy legalább kis madárkát hímezzen valahova, és nem mondjuk rózsaszín pónilova, tehát inkább ilyen figyelem
irányító, felkeltő dologra vagy napra gondoltunk, és hát egymással is találkoznának az egyesület tagjai, sütnénk, főznénk, beszélgetnénk. Ilyen az egyesület életében még nem volt, bár az egyesület most 11. éves, valahogy úgy nem találtuk ki, hogy így összejöttünk van, és ez most úgy tűnik, hogy egy szép napnak ígérkezik ott a tájházba. A tájház is gyönyörű. És akkor a legkisebbektől, akár az idősebbekig mindenkit várnak szeretettel? Igen, minden korosztályt, hát a gyerekeket kiváltképpen, főképpen anyával együtt, nagymamával együtt, igen, minden korosztályra. Tehát minden kézműves arra föl van készülve, hogy gyereket, fölnőttet egyaránt tud tanítani, és az érdeklődését föl tudja kelteni. Akinek esetleg kedve van, talán még vásárolhat is, ezt most én nem tudom megígérni, de a lehetőség biztosan megvan. 2014. június 7-én, már délelőtt 10 órától várjuk a vendégeket a Szadai Tájházban. Mint bizony a kedves lakók is láttak már, hogy egy délelőtti rendezvény is van. Majd délután 17 órától kezdünk fönn a napóránál, úgy mondom a szadaiaknak, hogy a dobogónál, és oda várunk mindenkit hajnali egyig egy közös mulatozásra.